Tudjátok, mire számítottam? Arra, hogy amennyit ezt a filmet reklámozzák, rossz nem lehet. Hát csalódnom kellett. A mai videóban az Imádlak utáni című romcomról fogunk beszélni. Sziasztok, Zoe vagyok, kezdjük is. Jót nevettem, már nem magán a filmen, hanem hogy mennyire próbálkozik hasonlítani a régi romantikus vígjátékokra. Először is, higgyük el azt, hogy két ilyen attraktív ember nem talál egyszerűen senkit maga mellé. Ugyan már az élet nem így működik. Ezzel kapcsolatban még egy dolog. Két szereplőnek nem lesz kémiája, csak mert mindketten jól néznek ki. Másodszor, amennyi klisé volt ebben a filmben, az már gyomorforgató. Aki azt mondja, hogy túl kemény vagyok, vagy kritikus, teljesen megértem. Ha valakinek tetszett, az is teljesen rendben van. Ez csak az én véleményem. Ezek a filmek olyanok, mint a hollywoodi fagyi, amit néha csak szórakozásból elnyolsz, de aztán bűntudatod van, hogy már megint édességet eszel. Én úgy érzem, ha valaki ennyi pénzt öl bele egy filmbe, akkor nem lehetne csak egy kicsivel kreatívabb? 25 millió dollárból erre nem futotta? Unalmas, sekélyes, görcsös vígjáték tipikus zsörtölődéssel, túlzott, nem vicces poénokkal. A történet egyszerűen rosszul van felépítve és megírva. De mit várunk az új romkomoktól? A 2000-es évek kreativitása már a múlté, és sosem fogjuk visszakapni. Rakjuk alacsonyabbra a lécet és boldogabbak leszünk. Valószínű. De kérdezem én, miért kell 500-szor ugyanazt a filmet végignéznünk? Két ember, akik ki nem állhatják egymást, de figyelj, mert itt jön a csavar, áll kapcsolatot alakítanak ki. Jézus, annyi ilyen létezik, NASA járat kellékfeleség Holidayt, és még sorolhatnám, pipa. Egy váratlan és cuki találkozás, pipa. Mindkét fél a pácban, pipa. A boldog kapcsolatok montázsa, pipa. A mélypont, pipa. Egy nagy gesztus a film végére, pipa. És természetesen a happy end, pipa. Amikor a hajón utaztak, azért imádkoztam, hogy csak ne legyen Titanic jelenet. Erre mit csinálnak? Persze, hogy kiállnak a hajó elejére és DiCapriót játszanak. Megértem, hogy mekkora jelentősége van a filmnek, és mindenki ismeri. De tényleg nincs egy új ötlet? Az mondjuk hatalmas volt, amikor Bea beleesett a vízbe, na arra nem számítottam. Az első és az utolsó meglepetés a filmben. Bea már az elején is érdekes volt a kávézóban, ahol felsorolta a jogszabályt a WC használatára. Mert valahogy meg kellett mutatniuk, hogy már pedig ő ügyvéd. Legalábbis annak tanult. És már elnézést, de ki hívja fel a legjobb barátját 5 perccel azután, hogy találkozott egy sráccal. Amilyen jól alakult az este, konkrétan a csaj csak úgy ott hagyja bent a következő reggel, és akkor ő van megsértődve, hogy valami rosszat mondott róla a srác. Annyi minden van, amit csak úgy beledobtak a filmbe. Először is, amikor Bea találkozott bennel, akkor állítólag szüneteltek a barátjával. Aztán simán ott alszik egy srácnál. De várjatok, elméletileg Bea szerelmes lesz az első nap. Egy nap, egy éjszaka után, úgyhogy szinte semmit nem tudnak egymásról. Ez amúgy nem igazán változik meg a film alatt sem. Majd Beát eljegyzik, és amikor már Sydneyben vannak, akkor újra szingli, mert hogy szakítottak Jonathannal. Ez még nem minden, mert Bea családja úgy dönt, hogy meghívja az exét is az esküvőre, a lányok beleegyezése nélkül. Miért? Úgy tűnik, inkább ők szerelmesek Jonathanba, mint Bea. És a találkozás a diszkóban is teljesen random, mert Bea testvére pont Ben egyik barátjával jön össze. Micsoda véletlenek vannak. És ha ezt még fokozni akarjuk, Ben, aki állítólag szintén szerelmes a lányba, ott hagyja egy meghitt teste után. A film alatt, ha 10-szer nem hangzott el Ben ezzel a kapcsolatos szekálódása a lány felé, akkor egyszer sem. De aggodalomra semmi ok, mert a végén összejönnek. Nagyszerű írás tényleg, szerintem a ChatGPT-n jobbat kapnánk. Amúgy viccet félretéve megpróbáltam egy részletet megírni, és esküszöm, nem lett rossz. A másik, hogy ezt a filmet nem a humoráért nézik meg az emberek, ha értitek, hogy mire gondolok. Nem viccelek, a 75%-a a mesztelenkedésről szólt. Nyilván nem tehetek bele sokat a videóba, de ha láttátok, tudjátok. Férfiak, egy kérdés felétek. A jelenet, ahol az ausztrál szörfös srác megmutatja a micsodáját bennek, ilyet szokás csinálni, vagy ez egy olyan dolog, amiről nem tudunk? Ezzel akarnak nézőket vonzani? Légy írjátok már meg kommentben, mert tudni lemaradtam valamiről. Az már nem divat, hogy jó szkriptet írunk, ami leköti az embereket. És mik ezek a jelenetek a parton? 1, 2, 3, 4. Gyerekek, mennyire cringe. Imádtam ezt a bukfencet, és nem tudom, hogy mi akart lenni. A másik, hogy sokszor hallottuk, hogy Bea kritizálja bent azért, mert megterelő neki az úszás vagy a futás. Nézzétek már rá a srácra, tökéletes teste van.
Arról a részről nem is beszélve, amikor be akarják bizonyítani, hogy ők együtt vannak. Nem ám a normális módon megölelik egymást, esetleg adnak egy csókot, túl uncsi. Ehelyett belenyúlnak egymás nadrágjába, és egymás popóját masszírozzák. Imádtam, a családom biztos nagyon örülne, ha ezt látnák. A helyzet az, hogy kínomban röhögtem, nem pedig a filmen. Ami magában nem probléma, legalább jól szórakoztam rajta. Persze megértem, ha valaki csak egy könnyű filmet szeretne megnézni, de megérte azt a 3000 forintot? Egyébként pedig brutálisan magas a mozi jegyek ára. És mikor élvezni akartam a tájat, a gyönyörű helyszínt, Ausztráliát, ez a film elrontotta. Szerintem Glenn sokkal jobb erre a kategóriára, mint Sydney. Akinek van egy bája, egy reltelmessége. Nagyot alakított az Eufóriában vagy a White Lotusban, de a romkom egyszerűen nem neki való. Lehetett látni, hogy játszik, olvassa a szövegét. És annyira erőltetettek voltak a jelenetei. Ellenben az említett sorozatokban rendkívül természetes volt. Gondolom mindenki hallotta, hogy a színésznő panaszkodott a fizetése miatt, és hogy nincs elég pénze, hogy szünetet tartson, miután vásárolt magának egy 3 millió dollárt érő otthont. Rendkívül sajnáljuk. A mellékszereplőket szintén borzasztónak éreztem, szinte semmit nem adtak hozzá a történethez. Egyetlen ember nevére sem emlékszem, csak arra az aranyos kutyára. Térjünk ki egy kicsit a zenére is. Mint tudjuk, Natasha Bedingfield Unwritten című száma a film betétdala, amely már több mint 20 éves. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, de ez volt a The Hills vagy a Csúfigasság zenéje is. Ezzel rendkívül felkapott lett újra, és az énekesnő elmondta a GQ magazinnak, hogy az emberek szinte minden nap küldenek egy videót, és torkuk szakadtából éneklik a dalát. És ha ez még nem lenne elég, újra szerepel a UK zenei toplistáján is. Nem gondolom, hogy a színészeket vagy a rendezőket különösen érdeklik a kommentek vagy negatív hozzászólások, hiszen végül is kifizettük azt a pénzt és megnéztük a filmet, és csak ez számít. Ebből látszik, hogy milyen hatalma van a marketingnek. 170 milliót hozott a film, csak eddig. Hihetetlen. Számomra nincs meg benne a 90-es vagy 2000-es évek varázsa, annyira kiszámítható, hogy az már fáj. Kíváncsi vagyok, hogy tudnak egyszer egy olyan romkomot készíteni, ahol még meglepődünk egy kicsit. Mennyire jó lett volna egy csavar a végére, de nem, az túl elrugaszkodott lenne. És még pár érdekesség a végére. A csók jelenetet a korábbi USA elnök Barack Obama is élőben nézte. Képzeljétek el, a rendezőnek, Phil Glacknak nem ez az első romantikus vígjátéka. A Barátság Extrakkal című filmet és a Könnyű nőcskét is neki köszönhetjük. És többen megvannak róla győződve, hogy a film részben Shakespeare Sok hűhó a semmiért című könyvére épül. Shakespeare lehet, hogy sírva fakadna, ha ma felébredné és látná, hogy mit csináltak a művéből. Ezzel búcsúzom, köszönöm, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, és írjátok meg a véleményeteket kommentben. Sziasztok!